Ötre emelkedett a keddi németországi gázolás halálos áldozatainak száma. Egy 51 éves részeg német férfi egy terepjáróval válogatás nélkül a lehető legtöbb embert próbálta megelőtni Trier város sétáló utcájában. Az ügyészség szerint nincsenek terrorizmusra, politikai vagy vallási motivációra utaló jelek. Georg Spötle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője volt a vendégünk. Mi adta az ötletet, esetleg korábbi hasonló merényletek, amiket láthatott az elkövető, csak akkor válhat bizonyossá, ha maga a tettes beismeri, hogy valahonnan származott ez az ötlet. Az esetleges összefüggéseket viszont mindenképpen észre lehet venni. Nyilvánvalóan inspirálhatták korábbi terrortámadások, legyen az mondjuk a nizzai gázolás, vagy a berlini 4 évvel ezelőtt. Tehát ugyanúgy cikcakban hajtott, tehát ugyanaz volt a modus operandi, mint a terroristáknál, csak ugye, amint már mondta a rendőrség vezetője, meg a polgármester, hogy per pillanat nem találtak sem vallási, sem politikai motivációt, viszont több ismerőse és családtagok is mondták, hogy egy erősen pszichotikus személyiségről van szó, akinek a szülei halála óta teljesen kicsúszott a láb alól a talaj, elvesztette a munkáját, villanyszerelőként dolgozott korábban, nagyon masszívan alkoholista, tehát a közeli kocsmának a tulajdonosa is nyilatkozta, hogy igazából a munkanélküli segélytestként ott iszza el, és az autójában lakott, mivel már a lakását is elvesztette. Tehát egy nagyon megfeneklett személyiség volt, és valószínűleg ez egy álmokfutás lehetett. Nyilvánvalóan a társadalmat okolhatta, a várost okolhatta, hogy ilyen sikertelen élete van. Közzétett még tegnap egy Facebook bejegyzést is, hogy ne gyertek majd el a temetésemre, ne sírjatok értem, mert hol voltatok, amikor még éltem. Tehát ő nyilván azzal számolt, hogy a rendőri erők le fogják őt lőni. Ez az ember az a fajta elkövető, aki gyakorlatilag lehetetlenség kiszűrni. Nincs kapcsolata terrorszervezettel, nem val szélsőségesen iszlamista nézeteket, nincs munkája, ezek szerint nincsen otthona, és addig, amíg tulajdonképpen valami bűncselekményt el nem követ, nem is kerül a rendőrség látókörébe. Az egyetlen, aki, nem egyetlen, az a csoport, akinek feltűnhetett volna, hogy probléma van, az a nagyon gyengén szőtt szociális háló, ami még alatta volt. Pontosan, volt egy barátnője, de egy ideje már vele se tartotta a kapcsolatot, ugye csak távoli rokonai voltak, közvetlen családja már nem, és hát ivócimborái voltak, de ők is csak azt mondták, hogy egy agresszív, hirtelen haragú ember volt, de többet nem tudtak róla, tehát büntetve sem volt, nem volt igazából még egy közlekedési vétsége is, tehát a rendőrség előtt is teljesen ismeretlen volt ez a személy, és valóban, tehát hogy mi lehetett itt a kiváltók, valószínűleg a nagyon sok alkoholistát megállapították, hogy 1,4 ezrelékes volt a lélegzett alkoholtartalma, amit fel kell szorozni 0,5-tel, tehát feltehetően olyan egy üveg vodkának megfelelő mennyiségű alkoholt ihatott, mielőtt autóba ült. De hát azért rengeteg olyan ember van, aki tetemes mennyiségű alkoholt elfogyaszt, mégsem követel ilyen cselekményt. Nyilván a szociális helyzete az magyarázhatja az elkeseredettségét, de nem lehet magyarázat arra, hogy tőle idegen emberek ellen fordul. Nyilvánvalóan nem, tehát itt majd a pszichológusok, illetve a pszichiáterek szakvéleménye lesz a mérvadó. Folyik a kihallgatás, ugye még a mai nap délelőtt is annyira erősen alkoholizált volt, hogy nem tudták érdemben kihallgatni a rendőrök. Tehát nyilvánvalóan kórházba fogják szállítani, és a pszichiátriai megfigyelésre egy zárt osztályra, és majd ott fogják eldönteni, hogy egyáltalán büntethető-e, mert ahogy ismerőseim mondták, már gyerekkorában is egy nagyon hirtelen haragú, nagyon érdekes személyiség volt, tehát el lehet képzelni majd, hogy azt fogják mondani a szakértők, hogy nem is beszámítható, plusz még az alkoholos befolyásoltság, hogy ez volt az, ami igazából motiválta őt, hogy végrehajtsa ezt a tettet. Meg hát ki tudja, hogy még milyen kényszerképzet, vagy milyen pszichés problémák állnak a háttérben. Nagyon gyorsnak tűnik a rendőrség fellépése. Ahogy a térképet elnéztem, nagyjából 300 métert volt csak képes megtenni az autójával. Igen, tényleg nagyon pillanatok alatt ott voltak a rendőrök, és egy civil autót, egy nyomozók leszorították, ők igazából felnyomták a járdára, hogy több embert ne tudjon elgázolni. Erősen ellenállt ugye a rendőröknek, és hát ami most nem azt mondom, hogy hibája volt a városvezetésnek, vagy a rendőri vezetésnek, de nagyon sokan okolják például azért a polgármestert, hogy jó, hogy nincsen karácsonyi vásár, de hogy miért nem tették ki ezeket a szokásos Merkel legónak precézett beton elemeket, amik ugye arra hivatottak, hogy meggátolják terroristáknak a álmokfutását, illetve egy terrortámadás gépjárművel a karácsonyi vásárokon. Tehát most azt mondják, hogy jó, hogy igazából védeni kellett volna ezt a gyalogos övezetet,
mert akkor nem tudott volna végig száguldani. Tehát tényleg nagyon gyorsan ment, körülbelül 70-80 km per órával, és ugye rengeteg embert elütött, tehát ahogy ön is említette, 5 halálos áldozat van, és 15 részben súlyos sérült. Tríri sajátosság, hogy nem voltak ott ezek a betontömbök, vagy a karácsonyi vásárok elmaradásával ki sem kerülnek? Sem kerülnek nagyon sok városban, tehát igazából, hogy a német sajtó ezt lehozta, valahogy most úgy nem is gondoltak arra, hogy egy terrortámadás vagy egy hasonló bűncselekményt ugye végre fognak hajtani, mert hogy elmaradnak az adventi vásárok, nem lesznek bódék felállítva, és nyilvánvalóan a tríri polgármester úr is úgy döntött, hogy mivel nem lesz vásár, nincs szükség ezeket a védelmi elemekre. Mi a protokoll hasonló helyzetekben? Nyilvánvalóan az elsődleges az, hogy elhárítsák a veszélyt és megvédjék az emberéleteket. De kell-e törekedni a rendőrségnek arra, hogy élve fogja el az elkövetőt? Értelemszerűen, tehát mindig fontos azért élve elfogni, tehát a rendőrség az nem egy bíróság, vagy nem egy büntető, szankcionáló szervezet. Neki az a feladat, hogy lehetőség szerint ugye élve elfogni az elkövetét, hogy utána a bíróság döntsön a további sorsáról. És nagyon fontos mondjuk ennél az esetnél talán nem annyira, mint mondjuk egy terrortámadásnál, hogy megtalálják a motivációt, megtalálják azokat az embereket, akik esetleg segíthették a terroristát. Itt ugye nyilvánvalóan a pszichiátereknek lesz majd a feladata, hogy megállapítsák, hogy mi volt az a trigger pillanat, mi volt az a kiváltó ok, ami miatt ezt elkövette, de valóban a rendőrök példásan gyorsan ott voltak, és ahogy elnéztem például az Sondereinsatzkommando, a speciális alakulat is ott volt, biztosították azonnal az egész környéket, mivel nem lehetett tudni, hogy nem-e terrortámadás történt. Nagyon gyorsak voltak a különböző médiumok is, tehát a német tévétársaságok is azonnal lehozták, hogy egy 51 éves német elkövető volt, még a nevét is leközölték direkt azért, hogy ne olyan összeesküvés teóriák legyenek esetleg, hogy el akarnak valamit tusolni, hogy egy migráns követte el. Tehát igazából mindent megtettek azért, hogy a közveleményt megnyugtassák, tehát egy objektív és szubjektív biztonságérzetet is adjanak a trírieknek, és tényleg az összes tévétársaság, újság minden nagyon korrektül leközölt, és igyekeztek ugye a kedélyeket lenyugtatni. Valóban egy tragikus cselekményről beszélünk, és hogy a polgármester úr mondta, tényleg ez volt a legsötétebb napja Trír városának a II. Világháború óta.